Azt a fizetet, amit kölcsön adtam, hogy be tud pótolni a hiányosságaidat. Ja, hát az történt, hogy másoltam belőle, és szomjas lettem. Lementem inni, és mire visszaértem, a húgom összerajzolta az egész lapot. Mondtam neki, hogy most mit fogok mondani Andrisnak. Jaj, bocsi, csak neked szerettem volna rajzolni valami szépet. Ezután felhívtam egy barátomat, hogy mit tegyek. Mondta, hogy rakd be a mosógépbe, az minden koszt kiszed. Ez jó ötlet, mondtam, és beraktam a gépbe. Vártam fél órát, megszárítottam, és jó is lett. Ott hagytam utána az ebédlőasztalon, hogy ne hagyjam otthon, és mire lementem, álltunk. Kérdeztem apukámat, hogy nem látta le a füzetet. Azt mondta, hogy nem tudtam, hogy erre a füzetre szükséged van, mert úgy nézett ki, mint egy ázott rongy. Futottam a kukához, ahol a kukás épp vitte volna el. Elkezdtem benne turkálni, és a kukás azt mondta, hogy hát kisasszony, maga a kukából tanul. Hát ez történt, sajnálom. Ó, viszont most pont becsöngetnek, mennem kell. Szia!